Tisztelt konzul úr, hölgyeim és uraim! Egy 6 évvel ezelőtti gyászos tavaszi napon én voltam az, aki fekete leplet tettem a karcagi tiszteletbeli konzulátus táblájára. És akkor megkérdezték tőlem, hogy mi ez a fekete lepel. És én azt mondtam, hogy ez a fekete lepel csak ideglenes. Addig a rövid időpontig fog tartani, amíg vissza nem áll a jog és az igazság, és újból hivatalos konzulátus lesz Karcagon, a karcagi városházán. Mindenki megnézheti, hogy a karcagi városházáról ez a tábla azóta se lett leszedve. Mert tudtuk azt, hogy a konzulátusi kinevezés csak ideglenes, mert ebben nem nyughatunk bele. És a mai napon ünnepélyesen újból le fogom venni ezt a fekete leplet erről a tábláról, amely soha nem került le a karcagi városháza faláról. És hát gratulálok mindannyiunknak, mindenkinek, aki küzdött ezért a jogért, ezért a szép napért. Nem gondoltam, hogy 6 évig fog tartani. Amikor petíciót adtunk át a külügyminisztériumba, a külügyminisztérium osztályvezetőjének azt mondtam, hogy nem érdekel, lehet, hogy egyikünk se lesz már meg, de itt akkor is lesz konzulátus. Lehet, hogy 100 év múlva. 6 év telt el, nem kellett 100 évet várni, nem kellett az unokáinknak visszaszerezni ezt a jogot, ezt mi szereztük vissza. Én gratulálok azoknak, akik ebben segítettek, akik ebben részt vettek, és hát itt az idő, hogy elmúljon ez a gyászos időszak, és lekerüljön a gyászlepen a tábláról, és újra láthassa mindenki a Kazak Köztársaság konzulátusa. Úgy, hogy itt van tartani. Én is nagyon szeretném megköszönni, mert ez a konzulátus, bár itt Horváth Lászlót köszöntötték, itt a kunokat kell köszönteni. Annak idején Kovács Sándor azt mondta, hogy Laci, ezt a konzulátust te kaptad, de a karcagiaktól vették el. Most a kunok visszaszerezték. Hűséggel fogom szolgálni. Köszönöm szépen! Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat, és tanulni voltak ennek a kivételes eseménynek. A mai nap végre sikerült helyrehozni azt, ami annyi éven keresztül árnyékolta be a magyar és kazak nép kapcsolatát. Kár lenne tagadnom, hogy érzek némi személyes elégtételt, de ki ne tenni, ha ennyi idő elteltével is, de helyreáll a rend. Félre ne értsenek, nem személyes ambíciókról, hiúságról, becsvágyról beszélek, hanem az összefogás, a kitartás és a közösség erejéről. Kovács Sándor barátom annak idején azt mondta, Laci, a konzul címet te kaptad, de tőlünk vették el. Mikor annak idején először kértek fel, hogy tisztelbeli konzulként segítsem a kazak és a kunság, illetve tágabb értelme véve a magyarság közti kapcsolatok fejlesztését és erősítését, kellemes meglepetésként ért mennyi, az ügy érdekében tenni vágyó emberrel találkoztam mindkét oldalon. Nem egy felülről ránk erőszakolt utasításnak engedelmeskedve kellett nulláról megkezdenünk az építkezést, hanem egy mindkét közösségben régóta szunnyadó szándéknak, akaratnak kellett új utakat találnunk, új lehetőségeket teremtenünk. Egyáltalán nem véletlen tehát, hogy ilyen rövid idő alatt, ilyen elképesztő erejű, összetartott közösség született, mely immár nyugodtan kijelenthetjük, kiállt a próbát. Sajnálom persze az elvesztegetett időt. Talán még sosem volt ilyen erős a kapocs a kazak és a magyar nép között, de óvatatlanul arra gondolok, mennyivel előrébb tartanánk, ha bizonyos emberek nem személyes bosszúállásra használták volna az állampolgárok által rájuk ruházott hatalmat. Ettől eltekintve azonban egyáltalán nem bánom, hogy így alakultak a dolgok. Bebizonyosodott, hogy olyan közösség építésében vehettem részt, ami nem omlik össze a rámért csapások alatt, a veszteségeket leírva nem a könnyebb, hanem a helyes utat választja, bármekkora nehézségekkel is kelljen emiatt szembenéznie. Örömömre szolgál, hogy újra ezt a kivételes közösséget szolgálhatom, és ígérem, hogy továbbra is legjobb tudásom szerint teszem majd. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy ezúton is kifejezzem hálámat mindazoknak, akik kitartottak mellettem. A teljesség igénye nélkül. A Kazak Köztársaságnak, Ibrahim Rasid nagykövet úrnak, Rintaj Karibzsanov tanácsos úrnak, a Budapesti Kazak Nagykövetségnek, Karcag Városának, a KUN Szövetségnek, a Kazak Magyar Baráti Társaságnak, Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszternek, Varga Mihály tárca nélküli miniszternek,
Horváth György kunkapitánynak és Kovács Sándornak, a JASZ Nagykunszolnok megyei közgyűlés elnökének. Szeretném külön megköszönni feleségemnek, Mercinek, és gyerekeimnek, Delilának és Renának, hogy tartották bennem a lelket. Valamint édesapámnak, aki már nem élte meg ezt a napot, de büszke lenne rám. Köszönöm szépen! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ünnepi alkalmon vagyunk jelen, és azt gondolom, hogy a konzul úrnak a szavai azok méltóképpen emelték ennek az ünnepnek a fényét. Én is csak azt tudom hozzátenni ehhez, hogy elvesztegettünk néhány évet, amikor az előző kormányok, az előző politikai vezetés hibájából úgy gondolták, hogy azokon kell ütni, azokon kell vágni, akik talán leginkább a reflektor fényben voltak. De ahogy tartja a jó magyar mondás, a megesett fa kizöldül, ebbe a kapcsolatban is lehet új életet lehelni. Vissza tudtuk szerezni azt, ami bennünket illetett, a konzulátus újra meg tudott nyílni. Annak az örömnek hadd adjak mindenképpen hangot, hogy a magyar miniszterelnök Orbán Viktor májusi kazasztáni hivatalos látogatásán olyan barátsággal és szeretettel fogadtak bennünket, amely a diplomáciában igen ritka és igen szokatlan. Nyilván ez nem annak szólt, hogy messziről jöttünk, ez annak szólt, hogy rokonok érkeztek oda-vissza. Ez a rokoni kapcsolat most itt Karcagon a tiszteletbeli konzulátuson keresztül egy új vérfrissítést, egy új lehetőséget nyer. Én szeretném megköszönni azt Horváth Lászlónak, hogy kitartott a konzulátus újranyitása mellett. Ő maga is mindig ambicionálta azt, hogy ez a lehetőség újra nyíljon. Azt kell mondanom, hogy sokan dolgoztunk ebben a dologban, de hát minden egyes ilyen dolognak van hegye, van éle, úgyhogy kedves Laci, te voltál a mi nyílhegyünk, aki ebben az ügyben az elmúlt évek ellenszere ellenére is végig kitartottál. Örülök annak, még egyszer mondom, hogy a konzulátus újranyitása, és mindenkit arra biztatok, hogy vigye hírét annak, hogy a Tiszántúl a nagykunság kellős közepén a rokonaink, a kazakok a konzulátust újraindították. Köszönöm szépen! Tisztelt miniszter úr, konzul úr, polgármester úr, elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! A kazakok és a kurdok között évszázados kapcsolat van, és az utóbbi évtizedekben ez a kapcsolat ez elmélyült, hiszen mind a kazakok, elsősorban a kipcsak nemzetiség, mind a karcagiak, illetve a kurdok felfedezték, hogy valamikor egy tőről fakadtak, és ez az egy tőről fakadás ez folyamatosan, fokra-fokra bontakozik ki. Ahhoz, hogy ez a kapcsolat szépen és harmonikusan fejlődjön folyamatosan, az mindenképpen szükség volt egy tiszteletbeli kazak konzulra, konzulátusra, és neki nagyon megtiszteltetés volt, hogy éppen Karcagon adhattunk helyt ennek az intézménynek. Természetesen hihetetlenül bosszantott és bántott bennünket, amikor ez megszínpadon van, és ahogy elnök úr mondta a színpadon, mindenképpen azon voltunk, hogy visszaszerezzük ezt a jogot, és olyan ember kapja, aki vitte már ezt, hiszen bebizonyította Horváth úr, hogy kiválóan tudja ezt a kapcsolatot szülni tovább, és ezt várjuk el tőle a következőkben is. Az, hogy volt egy kis vicsaklás, még egyszer mondom, és előttem szólók is említették, hogy ez nem volt semmiképpen sem előny, de én tudom nagyon jól, hogy a háttérben Horváth László úr ugyanúgy dolgozott, mint hogyha tiszteletbeli kazak konzul lett volna. Tehát az ő mentalitása olyan, hogy amit egyszer elkezd, akkor azt be is szeretné fejezni, így ismertük meg, és ezt is várjuk el tőle természetesen a továbbiakban is. Úgyhogy most már hivatalosan is megkapta újfent a kinevezését, mi ismét büszkén adunk otthon ennek az intézménynek. Kívánok konzulnak nagyon-nagyon sok erőt, kitartást a továbbiakban. Akiket említek, azok ugyanúgy fogják támogatni a munkáját természetesen a továbbiakban, és nyilvánvalóan, hogy a családtagjai is ugyanúgy fognak tenni. Úgyhogy nagyon sok pozitív energia áramlik felé, innentől kezdődően valóban az ő akaratán kitartását szorgalmán múlik, hogy fejlődik tovább ez a kapcsolat, és én biztos vagyok benne, hogy ez nagyon szépen fog fejlődni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy hivatalosan is átadjam konzul úrnak a konzulátus szobájának a kulcsát jelképesen.
karcagi képpel, egy karcagi alkotó művével ajándékozzam meg Horváth László kedves barátomat, ezen mindenki pillanat alkalmában.